Hello, big brother. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 8. évad, 5. rész. Wow! Lesz miről beszélni? Mielőtt bármit elkezdenénk, annyit akarok hozzátenni, hogy nem tudom, hogy milyen díjakat szoktak osztogatni, de van az, amelyiket azért kapják, hogy iszonyatosan baszó a vizuális történet. Na, ezért a részért minimum egy, de akár kettő. A színészkedés, a látvány, a kamerák fantasztikus. A forgatókönyv az... Hát, érdekes. Ezt a videót a tubeshop.hu egyedi pólók támogatta, ezúton is köszönöm szépen a szponzorációt. Varys megpróbálja megölni Dannyt, de nem sikerül neki. Mindeközben elkezdte szétkürtölni, hogy Jon a jogos trónörökös. A levelekben ezt írta le. Mivel elég sok ilyen levelet írt, ezért feltehetjük a kérdést. Számít? Az utolsó részben vissza akarnak hozni valakit? Mondjuk... Edmure Tully? Mondjuk? Mindeközben megérkezik Jon, elmondja neki a szöveget, de nem történik semmi. Varys elégett Elevenen, ahogy Dany megígérte neki, hogyha elárulja, akkor megsüti. Tyrion és Varys között ez a kémia, a sok-sok évnyi barátság, meg minden iszonyatosan meghatóvá tette a jelenetet. Varys elárulta Dannyt, tehát meg kellett halnia. Korrekt. De én sajnáltam. Kisúj és Varys magukba elvitték volna a történetet. Tehát Dany lelkileg összetört. Mindenki elárulta, azt mondja, hogy számára itt csak félelem van. De aztán megjelenik az ostoba hős, Havas János, aki, ha már elárulta, akkor legalább kicsit könnyíthetne a lelkén. Ugye? Dany egyértelműen jelezte, hogy hogyan, de nem. Tehát egy nőnek, aki lelkileg darabokban van, semmi más nem hiányzik, csak egy újabb visszautasítás. Fantasztikus. Na ugye itt a terv. Ha megszólalnak a harangok, akkor a város megadta magát. Emlékeztek erre? They're welcoming the new king. I've never known bells to mean surrender. Ez egy visszatekintés a harangok csatájára, ami Robert lázadásában történt meg. A harangok aznap mindannyiukért zúgtak. Eriszért és a királynőért, Dorni Eliáért és a kislányáért, a hét királyság embereiért és asszonyaiért. És miközben folyt a keresés, Eddard Stark és Hoster Tully megérkeztek a lázadó hadsereggel. Megszólaltak a harangok, elkezdődött a csata, és Robert kardalakézben rontott elő a bordéból. Kőszentély, így hívták a várost, ahol megtörtént a harangok csatája. Nem meglepetés, a város elesett. Elfogták Jaime-t. Na, ez roppant érdekes. Először is elfogják. Miért? Értem én, hogy próbált eljutni Királyvárba, de az előző részben még együtt buliztak. Most meg ott van megláncolva. Felismerték az aranyozott kezét. Ez is érdekes, mert amikor Deresbe ment, volt annyi esze, hogy felvegyen egy kesztyűt. Tehát... Mindegy, Jaime-ről beszélünk még később. Ez a jelenet kettejük között iszonyatosan király. Jaime és Varys megmentették Tyrion életét. Silence! Tudod, amikor a saját apja halálra ítélte? És most Tyrion az, aki segít a bátyjának. Jó, mindegy, beszéljük meg most. Jaime-nek volt egy gyönyörű, tényleg gyönyörű karakterfejlődése. De valamiért úgy döntöttek, hogy ha, kit érdekel? Mennyi? 4 évad? 4 évadon keresztül próbált feltámadni, és most hirtelen ismételten rossz fiú. Nem fogom elmagyarázni ismételten, aki ismeri a történetet, az pontosan tudja, hogy Jaime egy jó ember. Csak képzeld el, itt van Aragorn, majdnem az egész élete arról szólt, hogy az emberek királya legyen. És a végén, amikor már csak rá kéne rakni a koronát, Tolkien azt mondja, igazából nem akarja.
Soha nem érdekeltek az emberek, ártatlanok vagy sem, de azért megölte az őrült királyt, amikor ki akarta adni a parancsot, hogy az összes ártatlan embert felrobbantsa. Tehát hagyjuk már! Mielőtt elkezdenénk Dannyről beszélni, van itt egy kis apróság, az aranykompánia. A pajzsukon random címer van. Direkt nem beszéltem róla, mondom, úgyis fölösleges, If You Griff Blackfire ház, senkit nem érdekelnek, de azért baszki, ennyi? Tehát az egész világ legkomolyabb zsoldos hadserege. A hetedik évad egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor Jaime elfoglalta égi kertet. Ezzel megszerezte az aranyukat, azt az aranyat, amiből felbérelték a kompániát. De miért? Tehát ha csak a sorozatot nézed, ez a hadsereg nem mond neked semmit. Ha olvastad a könyveket, akkor meg nyilvánvalóan jogosan feltételezed, hogy fognak csinálni valamit. Nekem bőven elég lett volna az is, ha csak harcolnak. És igen, az előzetes elemzésben azt mondtam, hogy logikus, hogy nyílt mezőn akarnak harcolni, ugyanis van 2000 nehéz lovasuk. De ezek szerint nincs. Tehát ha nincs, akkor miért mentek ki a várból? Miért nem lehet egy hangyafasznyi logikát belerakni a csatákba? Tehát ez nem kell szakértőnek lenni. Ha téged megtámadtak és neked van egy várad, akkor miért nem használod? És ha már itt vagyunk, gyorsan végigrendelem a maradékot is, aztán megyünk tovább. Skorpiók. Skorpiók. Az előző részben láttuk, hogy mire képesek. Megölték Régált, és akkor azt hinnéd, hogy ja, a Cersei-nek van egy ütőkártyája. De nem, nincs. Tehát az ötödik részben hirtelen mindenki elfelejtette, hogy hogyan kell célozni, hogyan kell újra tölteni, meg így alapjáraton hogyan kell létezni. Harry Strickland. Hontalan Harry. Minek hozták ide? Tehát eddig azt mondtam, hogy Bran a sorozat legfölöslegesebb karaktere, de ezek szerint nem. Euron Greyjoy, a szakállas Teletubby. Ebben a csávóban akkora potenciál volt, hogy megőrülsz. A könyvekben megtudod, én vagyok a vízbefúlt isten. A sorozatban meg megkapod ezt a igencsak kétértelmű mosolyt, meg a megdugom a királynőt, és így ennyi. Ok. És akkor kezdjük. I ask your forgiveness for the crimes he committed against your family. And I ask you not to judge a daughter by the sins of her father. Okay. Ne gondold azt, hogy most 10 percen keresztül elmagyarázom, hogy Dany karaktere hogyan van felépítve, elmondom a tényeket, aztán elfogadod, vagy nem. Aerys Targaryen, Dany apja, egy jó király volt. Aztán egyszer csak elkezdett begolyózni. Megőrült. Azért akarta felrobbantani királyvárat, mert azt hitte, hogy mindenki elárulja, és ha megteszi, akkor újjászületik, mint egy sárkány. Ez őrültség. Második Aerys Targaryen több mint 10 év leforgása alatt őrült meg. Nem egyik napról a másikra. Dany soha nem volt őrült, és most sem az. Ő nem hitte azt, hogy elárulták, őt tényleg elárulták. Elpusztította egész királyvárat, amire nincs mentség. De ez nem őrület, ez bosszú, kegyetlenség, és valamilyen szinten szadizmus. Számítani lehetett arra, hogy elpusztítja a vörös tornyot. Ezzel megöli Cersei-t, megöli az ott lévő civileket, akik ott vannak, igen, pek, ez a háború, ez a hódítás. Ne gondold azt, hogy Robert Baratheon annyira vágta a szitut. Tehát az, hogy Robert előre látta Dany ezt a fajta természetét, annak legalább annyi értelme van, mint a Melisandrás proféciának. Tehát időközben kitalálták, aztán utána hirtelen minden szarral védik. Tehát nem, nem igazán. Az egész város elpusztítására semmi szükség nem volt. Sem most, sem pedig ezelőtt. Pláne nem azután, hogy megadták magukat. Ez kegyetlenség. Dany nem őrült, hiszen pontosan tudja, hogy mit csinál. Tehát akik abban a hitben ringatták magukat, hogy a világot mindig jó szívű, meg minden rózsaszín királyok uralták, hát nem. Itt egy példa. Genghis Khan. Elindult. Vele szemben ott volt egy város. Azt mondta, hogy hát útban van. És 3 perccel később már nem volt város. Genghis Khan őrült? Attila, Isten ostora, őrült? Szerinted egy őrült ember képes leigázni a félvilágot? Tehát ha elpusztította volna a vörös tornyot Cersei-vel együtt, oké. Az egész város elpusztítása puszta kegyetlenség és bosszú. Ha azt kérdeznéd, hogy mi értelme volt ennek azok után, amiken keresztül ment, nem tudom. Én sajnálom azokat, akik kedvelik Dannyt. Lehet itt azzal érvelni, hogy azért tette ezt, mert megölték Missandeit.
De Missandei, hát kit érdekel, én azt se tudom, hogy ki az. Ez egy dolog. Az, hogy nem tudod, hogy ki ő, az a te bajod. Viszont Danny karakterének iszonyatosan sokat jelentett. Ha a következő részben Danny benyögi, hogy azért tette, hogy újjászülessen, na akkor őrült. Nem mellesleg hozzátenném még, hogy Emilia színészi alakítása ebben a részben kimagaslóan jó volt. Megtörtént a Kligének harca. Annyit szeretnék mondani, köszönöm. Köszönöm, hogy láthattuk. Köszönöm, hogy ezt a fantasztikus karaktert úgy engedhettem el, ahogy illik. Sandor Kligén a Trónok harca világának egyik legjobb karaktere volt. És a végzete az lett, hogy tűzbe vetette a bátyját. Azt az embert, aki miatt egész életében megbélyegezték, és aki miatt egész életében rettegett a tűztől. Ettől szebb, költőibb, ironikusabb végzetet el sem tudtam volna képzelni. Olyan szinten bőgtem, hallott, hogy öröm volt nézni. És ez volt a tökéletes példa arra, hogy egy esemény, amit már a legelső évadban elhintettek, nem attól fog a nézőkre mély benyomást gyakorolni, mert váratlan. Nem bizony. Qyburn, a mester, akit kitaszítottak óvárosból, a furcsa kísérletei miatt. Harrenholban a hegy volt az, aki életveszélyesen megsebesítette, aztán találtak rá az északiak. Kreált egy szörnyeteget, amely sok-sok epizódon keresztül védelmezte őt és Cersei-t is. Majd a saját lénye okozta a halálát. Nem volt egy hatalmas karakter, de szerintem fantasztikus halála volt. Ki van még? Ja hát igen, Arya. Arya-val kapcsolatban kezd egyfajta összeesküvés elméletem lenni. Tehát mit csinált ő azért, hogy ennyire durván sérthetetlen? Tehát bazen a kis csajt lerakott Hiroshima-ba, ledobják az atomot, azt visszapattan róla. Vagy nem tudom. A rendezők azt mondták, hogy az eseményeket valakinek a szemszögéből kellett látni. Idegesítően sebezhetetlen. Meg a végén ez a fehér ló, hát bazd meg, adjanak neki egy varázspálcát, meg egy hosszú szakállat, azt akár Gandalf is lehet belőle. Állítom neked, hogy a legvégén Arya lesz az, aki megöli a Balrogot Móriában. És akkor elérkeztünk a fináléhoz. Ó, kedves nyári gyermekeim! Valonqar profécia... Hát nem. Kettejük halála egyfelől iszonyatosan király volt, másfelől viszont rossz. Együtt jöttek a világra, és együtt is hagyták el. Én jobban csíptem volna, ha mondjuk megölik egymást, vagy esetleg egymás karjaiban Danny megsüti őket, tehát a vakolat az nem volt egy feltétlenül erős tényező. A haláluk nagyon jó volt, a kivitelezés, hát az kevésbé. Ugyanez volt a problémám Jorával is. Még így a végére annyit hozzátennék, hogy a háború szörnyű valóságából azért kaptunk egy kicsit. Tehát ha azt mondod a katonáknak, hogy harcolni fogtok, felmegy az adrenalin, akkor nem mondhatod azt, hogy állj. A harci kedv meg a hormonok azok sokkal durvábbak, mint a parancsok. Meg ugye azt is meg kell érteni, hogy ők nem spártaiak. Tehát a rájuk jellemző halálosan komoly fegyelem az itt nem volt jelen. Ez a random erőszakolunk, meg random legyilkolunk mindenkit, ja, ez a háború. Összességében a Kligének harca miatt nekem már megérte. Danny elkövetkezendő sorsáról beszélünk majd a hatodik rész előzetes elemzésben, és mivel ez egy elég tartalmas rész volt, ehhez tényleg fogok csinálni egy kérdezfelelek részt, ugyanis van miről beszélni. A tűz és jégdala teóriámnak még mindig van egy része, ami talán megtörténik, konkrétan az évszakok váltakozására gondolok, ha érdekel, ott van a jobb felső sorokban. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!